A szemét legyőzhetetlen, megszüntethetetlen és eltüntethetetlen, ráadásul folytonosan újra termelődik a vele való bajlódás örök. Különösen bosszantó az, ha valaki a tisztán tartott udvarán, környezetében illetéktelenek dújják fel a rendet, szaporítják a tennivalókat, mocskolják be a parkot és így tovább. Ilyen probléma ellen lépett fel a Madarasi út 9-11 számú ház lakói, amikor a mintegy 50 család otthonául szolgáló épület mögötti parkot lezárták az illetéktelenek előtt. Ezzel kivédeni és megszüntetni gondolták a szemétlerakás problémáját is, de ez egyenlőre tartja magát. A legtöbben továbbra is úgy gondolják, kerítés ide vagy oda, a lakóházi konténer közterület szabad préda. Elég sok problémánk volt, mert állandóan kukáztak, kitették a szemetet, nem tették le a tetejét, akkor bejártak ide, hát szóval akármit csinálni gyerekek is, és éjszakánként zavarták a lakóközösséget, napközben is, meg főleg éjszaka, mert ugye elég zárt terület ez itt, és tehát kértük a polgármester urat, hogy lekeríthessük ezt a részt, és nagyon szépen köszönjük, mert megengedte. Saját költségünkön csináltuk, tehát mi a társasház, és így nagyon örül az egész lakóközösség, mert csend és nyugalom van. És ugye a konténer ugye elkerült, lett egy ilyen gurulós konténerünk, de sajnos azóta is bedobálják ugyanúgy a szemetet zsákostól, és tehát meg leteszik a másik kapuhoz, leteszik a két garázs közé, tehát ez egy nonsens dolog, mert ugye ezt végül is mi fizetjük az egész szemétszállítást, meg a belvárosban vagyunk, és itt kívülről, belülről a szemetet ide hordják nekünk, és ezt kérnénk a lakosságot, hogy ezt szüntesse meg, mert mindenkinek vegyen konténert, vagy kukát, és fizesse és vigye el, mert ezt nem a kis emberek csinálják, hanem volt olyan, amikor egy Opel Corsa állt meg itt, akkor még a nagy konténerünk volt, és megkérdeztem a hölgytől, hogy mondja már meg, hogy miért tette be ide a szemetet, vagy négy zsákkal. Azt mondja, hát miért ne? Hát miért? Mert mondom, rá van írva, hogy Madarasi 9-11 a társasház. Hát ne tessék haragudni, anyukámtól jöttem, takarítottam, és úgy gondoltam, ide be lehet tenni. Szóval, hát ezzel nem értünk egyet, és szeretnénk, hogyha ennek vége lenne. A gond a közterület felügyelők előtt sem ismeretlen, ők a szemetelési, szemételhelyezési szokások változásától remélik a helyzet jobbulását. Előforduló probléma, mint ahogy te is elmondtad az előbb, ez a lakóközösség mögött található zöld terület, ugye egy nyitott terület volt, itt található játszótér, mi egymás, és itt található a lakóközösségnek a konténerje is. Ezt a konténert, ugye elvileg ez a körülbelül 50 család az, aki használja, fizet érte, és bizony-bizony mások is ide pakolták a szemetüket, keletkezett háztartási hulladékokat, és lakóközösség ezt gondolom, hogy most már megsokalta, hogy az ők hulladékuk nem fér bele, ezért úgymond drasztikus lépésre szánták el magukat, körbezárták kerítéssel a területet, kerítésen belül lekerült a konténer, viszont most meg egy olyan probléma jelentkezik, hogy aki eddig is hordta idefele a hulladékot, szemetet, az most lepakolta a kerítésen kívül, vagy mint ahogy láthatjuk itt a garázsok mellett is, zöldságba, oda is lepakolták a illegális szemetet. Sokszor tapasztaljuk mi is, hogy nem csak itt, hanem más, főleg bérházaknál, ahol konténerek vannak, legyen az egy kórházi úti lakótelep, Táncsics körúti lakótelep, vagy bent a Profinális, akik saját konténerre rendelkeznek bérházak, bizony-bizony mások is belepakolják oda a szemetüket. Na most sok helyen már védekeznek ellene a lakók olyan értelemben, akár az Adi 2, Adi 1 Bikás bérháznál is, hogy a lakók lelakatolják a konténerjüket, hogy ne tudjon más belepakolni, mert hiszen így, hogyha idegen is belepakol, saját magukat zárják ki, tehát ők nem tudják a szemetüket elhelyezni. Alapvetően nem a büntetés itt a cél, hanem inkább felhívni a lakosok figyelmét, hogy
önmaguk előtt helyezzék el, szállítsák el. Egyébként meg úgy jellemzően megfigyeltük már, hogy ha ilyen valaki ilyet helyez el, hát ugye tekinget jobbra-balra, és mikor hirtelen nem látják, akkor próbálja, most mindegy, hogy egy lakótelepnél letenni, vagy akár az utcán illegálisan elhelyezni. Tehát eléggé nehéz tetten érni is ezáltal. De ugye minden reggel mi is ugye járjuk a várost, pontosan ezáltal, hogy kukázókat ellenőrizzük, hogy próbáljuk visszaszorítani azt, aki mások kukájába turkál, válogat, zsákot szaggat, holott ezt önkormányzati rendelet is tiltja, tehát ez törvénybe is ütköző cselekedet.